Ma délután szokatlanul kevés autó állt a Keszthelyi Kórház Ady utcai főbejárata előtt. A parkoló képe holnap reggeltől valószínű egészen mást mutat, ugyanis a kórházba a szakrendelésekre való bejutás rendje változik. A lényegi változás az a kórházon belüli betegutakat jelenti, nevezetesen az, hogy a holnapi naptól a kórházba csak az Ady utcai bejáraton lehet bejutni, a többi bejárat le lesz zárva. Az Ady utcai bejáratnál egy úgynevezett előtriázs lesz kialakítva, ahol is a hozzánk forduló betegeket, hozzátartozókat, látogatókat nővérek, triázs nővérek fogják fogadni, és az országosan kiadott módszertani protokoll alapján a járványügyi jelzményeket ki fogják tőlük kérdezni, és amikor ez megtörtént, akkor fogják tovább engedni arra a helyre, arra az osztályra, arra a szakrendelésre, ahol ő neki a problémáját meg tudják oldani. A főigazgató azt is elmondta, hogy a kórház dolgozói parkolóit kizárólag a dolgozók használhatják. Az udvari, látogatói parkolóban továbbra is lehet parkolni, azonban az épületet megkerülve lehet csak a főbejárathoz jutni, mert az átjáróajtók zárva lesznek. A Hévízi Kórház kapcsán Kvarda Attila a következőket mondta. A Hévízi Kórházat ez a tevékenység nem érinti, a terápián szolgáltatások a fedett fürdőben továbbra is zajlanak, az eddig megszokott rendben, illetve, hogy a korábban napokban említettem, időbeni elkülönítés van a fekvőbetegek, illetve a járóbetegek között, ebben mai napig, illetve a jövőben változást nem tervezünk. A Keszthelyi Kórház új betegutakat jelentő rendelkezése március 20-án 7 órától lép életbe. A koronavírus miatt kialakult helyzetben a Keszthelyi Kórház továbbra is kéri a lakosságot, hogy indokolt esetben keressék fel az intézményt.